A Kifli, azaz a Karcag Ifjúsági és Lurkó Iroda székházában Bálaga Jánossal beszélgettünk a Központ Ifjúsági Egyesület augusztus 29-i családi napjáról. Az egyesület munkatársai és a Karcagi Városi Diák Önkormányzat fiataljai még a tanévkezdés előtt augusztus 29-én családi napra invitálja a város apraja nagyját. A helyszín a Városudvar lesz, a volt MHS épületeként, vagy volt börtönként, a bíróság mögötti épület előtti udvaron és az egyesület irodája. A Karcag Ifjúság és Lurkó Iroda az önkormányzatnak és az Agrárkamarának köszönhetően fogadhatja itt a fiatalokat. Ugye a Karcag Ifjúság és Lurkó Iroda az önkormányzatnak és az Agrárkamarának köszönhetően tudta megnyitni a kapuit. Hát egy sajnálatos időpontban tavaly ősszel, így amikor megnyitottuk, be is zártuk. A különböző törvényi rendelkezések, kormányhatározatok ugye a Covid-járvány miatt sajnos ezt tették kötelezővé. Szerencsénkre azért most tavaszra már újra beindult az élet, ahogy az iskola a végéhez közeledett, ki tudtunk mi is nyitni, nyáron már most folyamatos a nyitvatartás is. Ez a családi nap azt gondolom azt a célt is szolgálja, hogy én gondolom és hiszem, hogy még nagyon sokan nem tudják, gyerekek, családok, fiatalok, hogy itt van egy ilyen tér és lehetőség. Tehát ez a családi nap azt a célt is tudja szolgálni, hogy megismertessük magunkat a várossal. Nagyon reméljük, ahogy elindul az iskola, és reméljük, hogy elindul az iskola, és reméljük, hogy nem online, úgy egyre több gyerek, egyre több fiatal szokik majd ide, és tölti itt akár a délutánját. Ez igaz azokra is, akik karcagiak, és igaz azokra is, akik Karcagon tanulnak, de mondjuk várnak a buszukra, haza, akár mondjuk Bucsára. Ide be tudnak jönni, itt vannak egy normális, tiszta környezetben, van mobil internet, ez már egy hívószó, van babzsák, abba bele lehet ülni, pocolni, van mosdónk, tudnak pingpongozni, tudnak xboxozni, tudnak egy pohár vizet, teát, kávét kérni. Én azt gondolom, hogy reméljük, hogy itt, mivel ráadásul a belváros szívében vagyunk, és a buszvég sincs olyan messze tőlünk, tényleg ez egy ilyen találkozási pont lesz. Beszéltük a 29-ét, hogy mivel várják önöket, de aki mondjuk jövő héten szeretne bejönni, hogy vannak nyitva? Hivatalosan mindig keddi naptól szombatig. Kedd, szerda, csütörtökön 11-től 18 óráig, pénteken, szombaton később nyitunk, de később is zárunk 13-tól 20 óráig. Azért mondom most el ezeket, mert ez még most a nyári nyitvatartás. Szeptemberben biztos, hogy ezen alakítani fogunk, már csak az iskola miatt is, tehát hogy 11 órakor esetleg ne itt pingpongozzanak gyerekek a matek óra helyett, és okozzunk ezzel gondot, problémát iskoláknak, tanároknak, szülőknek. Illetve hát azon is el kell gondolkozni, hogy ősszel azért, illetve majd télen azért hamarabb sötétedik, tehát hogy lehet, hogy az este 8 az már egy kicsit késői nyitvatartás, de lehet, hogy pont addig kell nyitva lennünk minden nap. Ezek még azért a jövő zenéi. A családi napra akár nagymamák is jöhetnek unokáikkal. A szervezők olyan eseményekkel is készülnek, amihez a szabad tér kell, és nem egy iroda, ahol van tévi, meg számítógép. Amennyiben rossz idő lesz, akkor is várják a családokat. Ez fontos kihangsúlyozni, hogy amennyiben az időjárás is kegyes lesz hozzánk, az önkormányzattól mi megkértük az engedélyt, hogy itt az előttünk lévő parkolót is használjuk, hiszen készülünk olyan eseményekkel, például vizes bombajáték, ami mondjuk inkább kint a szabad téren tud jól funkcionálni, és nem egy irodában, ahol van tévé, meg számítógép, meg stb. De amennyiben rossz időnk van, akkor is várjuk a családokat, mert itt a Kifliben is 20-30-50-en egyszerre el tudunk lenni. Készülünk kézműves foglalkozásokkal, készülünk a kicsiknek, nagyoknak arcfestéssel, készülünk társas játékokkal, lehet pingpongozni, lehet a különböző Xbox vagy különböző ilyen online játékokat kipróbálni. De aki csak be akar jönni és megnézni a helyet, azt is szeretettel várjuk. Az iroda munkatársai arra is nyitottak, hogy akár egy nyugdíjas klubnak ide is szervezzenek programot. Alapvetően a Kifli a fiatalokért jött létre, de nem zárkóznak el semmelyik korosztálytól sem. Sőt, arra is nyitottak vagyunk, hogy akár egy nyugdíjas klub megkeressen bennünket, és ide szervezzen egy programot. Tehát alapvetően a Kifli, a Karcag Ifjúság és Lurkó Iroda a fiatalokért jött létre, de nem zárkózunk el semmelyik korosztálytól sem. Itt lehet akár egy nagymama, unoka, kakaó, kalács délutánt is szervezni. A hely adott, mi adottak vagyunk, reméljük, hogy a Covid az már nem adott, és nyitva is tudunk maradni szeptembertől.
Az idézetekre meg tényleg csak annyit, meg magára az egész helyről, ezt azért mindig büszkeséggel mondom el, hogy alapvetően minden, amit itt látunk, az a fiatalok, a diák önkormányzat is fiatalok kezenyomát dicséri, tehát ők festették ki, ők festették fel az idézeteket, ők választották ki az idézeteket, a Kifli nevet is ők maguk találták ki, tehát hogy nem egy olyan pályázati projektről beszélünk, hogy itt volt 20 millió forint, és akkor hívtunk egy festőt, hanem tényleg itt önkéntes munkával, fiatalok, meg mi raktuk bele az időnket, energiánkat, hogy ez a hely most így nézzen ki.